Egy májusi törvénymódosítás írja elő, hogy július 16-ától kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kell kötni a különböző elektromobilitási eszközökre, köztük az elektromos rollerekre. Előírás szerint a biztosítási kötelezettség azokra az eszközökre vonatkozik, amelyek 25 kg alatt vannak, és sebességük meghaladja 25 km per órát, valamint azokra, amelyek 25 kg-nál nehezebbek, azonban sebességük eléri a 14 km per órát. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítást köthetünk közvetlenül a termékben érdekelt biztosítóknál, 12 biztosítót közül választhatunk, illetve fordulhatunk biztosítás közvetítőkhez, alkuszokhoz is, és ők segítenek megkötni a megfelelő biztosítást számunkra. Lambert Gábor hozzátette, hogy a KGFB mellé kiegészítésként balesetbiztosítást is lehet kötni, amely hasznosnak bizonyulhat abban az esetben, ha például a rollerrel közlekedőket baleset éri. Ehhez kapcsolódóan Jászkuti Ákos, a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet regionális igazgatója úgy fogalmazott, hogy nap mint nap számos olyan kisebb-nagyobb baleset történik az elektromos rollerek használói körében, amelyek súlyosabb esetekben sürgősségi beavatkozást igényelnek. Az elmúlt egy hónapban a Fejérvár megyében 6 ilyen rolleres balesetünk volt, amiből sajnos egy halálos is történt. Tehát mindenféleképpen azt javaslom, hogy a szükséges biztonsági felszereléseket saját védelmünk érdekében ezt érdemes használni. Szíj Péter már rutinos elektromos roller használónak vallja magát. Közlekedési eszközen jelenleg szervizelés alatt áll, azonban a felső kategóriás roller végsebessége elérheti akár a 110 km per órát is. Péter az elektromos eszközökkel való közlekedés kultúrájának szempontjából is hasznosnak tartja a kötelező biztosítás bevezetését. Saját felelősségünket is erősíti úgymond a közlekedés szempontjából, hogy igenis figyeljünk a másikra, ugye a elsőbségadás, tehát a közlekedési morálnak úgymond a javítását is elősegítheti ez a lépés, illetve azt is, hogy figyeljünk a másikra, amikor közlekedünk. És ez a legfontosabb szerintem, hogy mindenki épségbe hazajusson. Főleg úgy mondom ezt úgy, hogy én 28 éve az egészségügyben dolgozom, és látom nap mint nap, hogy mit okozhat egyik pillanatra a másikra egy oda nem figyelés. Végül az egyik, hanem a legfontosabb információ, hogy az elektromos roller vezetőjének rendőrségi közúti ellenőrzés esetén rendelkeznie kell a biztosításról szóló igazolással, és bérlés esetén is a használónak kell meggyőződnie arról, hogy kötöttek-e biztosítást a bérelt járműre.